Új padok fogadják a hegyaljaúti rendelőbe érkező betegeket. A beruházás egy felújítási projekt egyik részeként valósult meg. Sikerült a váróteremnek a padjait lecserélni. Ez Győr város önkormányzata, és azon keresztül a városrész képviselőinek a segítségével valósult meg. Kányai Robert elmondta, az egész városban jól működik az egy rendelő, egy orvos rendszer, a mostani felújítás pedig az ide érkezők kényelmét szolgálja. Az új padokon kívül az épület energetikai felújítása és a nyílászárók cseréje is megtörtént. Legyen szó kisebb vagy nagyobb fejlesztésről, beruházásról, én azt gondolom a hasznossága talán a legfontosabb, és itt tényleg egy hasznos beruházás zajlott le a hegyaljaúti orvosi rendelőben. Mind a házi orvosi ellátást, mind a fogorvosi ellátást, azt gondolom, tudjuk segíteni, szolgálni az új székekkel, és bízom benne, hogy az ide érkező betegek, akik egyébként nem biztos, hogy a legjobb hangulatban érkeznek ide mindig a betegség révén, de bízom benne, hogy azért örömmel fogadják, tapasztalják, hogy megújulhatott infrastruktúrális szempontból is a rendelő belső tere. És ugye hozzá kell tenni, hogy egyúttal egy külső felújítás is folyamatban van, illetve lassan le is zárul az épületen, új hőszigetelést kapott. És erre is nagyon büszkék vagyunk, és nagyon örülünk, hogy Győr város egészségügyi ellátórendszer is folyamatosan tud fejlődni. A képviselő kitért arra is, hogy az egészségügyi fejlesztések az egész városban széles körben zajlanak, és az önkormányzat külön forrásokat különít el ezeknek a területeknek a fejlesztésére. A terület folyamatos modernizálása a tervek szerint a következő években is folytatódik.